Hello, sziasztok, RH Sound, azt hiszem a 12 szolos aktív ládája javítás alatt, hangszoró javítás, kéne káromkodni, mivel hát ez tényleg az, hogy ekkora ótvar kínai szemetet én még nem láttam, hogy ez a legalja. Most pont visszaraktam ezt a panelt, mert ott voltak gondok elektronikával is, de hát ez látod már eleve a felépítését, meg az egészet, hogy itt mindenhol szelel, szóval mindenhol lyukak vannak, és ez itt simán a hangfa belseje. Szóval itt nincs még egy doboz, hanem ha ezt itt elhúzod, akkor látod a mélysugárzót. Van előtt egy ilyen, aztán ott a mély. Mutatom. És fény kéne. Szóval ott látod, az már a mélysugárzó. Magyarul ez egy teljesen ilyen tré. Ez például ez mi ez benne, ilyen belehullott vackok. De ha megnézed, a becsatoló kondiki sima elkók. Szóval úgy jön be, hogy egy sima elkó, semmi előfeszítés. Szóval eleve nem is szólhat jó, még akkor se, ha jó. Nagyon tré, nagyon szar, ilyet ne vegyetek. Hogy akkor ez az egész lemez is zörög, semmi. Itt még talán van egy vékony gumicsik. A mélysugárzót is kivettem. Na most a mélysugárzó, az csak úgy bele van hajítva ebbe a műanyag kotlába. Hát végülis ez körülbelül annyi, fogsz egy szemetes vödröt, beleteszel valamilyen hangszórót, valami szar erősítőt, aztán összedrótozod, az kész. Egyébként ezen megy a 180 watt, ezeken a 0,5-ös vezetékeken, hogy no comment, hogy ezt megcsinálni nem lehet úgy, hogy jó legyen, mert ez eleve szar, hogy amikor jó, akkor is szar. Mondjuk most szólni fog, még nem fog libegni minden, mert ennek az volt a baja, hogy a hangszóró zörgött a helyén, a rács zörgött előtte, ez az egész zörgött, semmi csavar nem volt meghúzva. A magas sugárzó, azért jó néz ki, van egy ilyen nyomókamrá-szerű valami, meg előtte egy tölcsér, na most ez le volt róla tekeredve, az így zörgött az is. Hihetetlen, hihetetlen, hogy ezt el lehet adni. Most ezt visszateszem a helyére, ezt megmutatom előről, hogy néz ki. De látod ezt is, hogy ez csak úgy itt van. Aztán kész. Ezt ilyen műanyag így meg van fogadva, egy pár pici csavarra, és úgy kész, hogy itt mindenhol szelel, mindenhol fufog, tortyog, az összes összeresztés, és semmi, és egy kukás doboz. Szóval, hogy fogsz, egy jobb kukát veszel meg valami, akármilyen szemét, MNC hangszórót, szerintem jobbat össze lehet drótozni. Ilyen szar csavarok műanyagba fognak, szóval egyszer tudod kitekerni, utána szarok. Még a doboza meg úgy jó néz ki, hogy pofás, hogy így egymásra tudsz rakni akárhányat, tudod rakni erre a felére, tudod rakni így, fel tudod rakni áványra, meg olyan pofás kinézete van, mintha hangszóró lenne. Már ott vannak a gyanús pontok, hogy igazából egy típus nincsen ráírva sehova, semmit nem tudsz róla. Mondjuk jó nehéz, az tény, hogy valami baromi nehéz, szerintem egy 20 kiló ez a műanyag doboz. Nehéz cipelni, de legalább meg van oldva, hogy lehet vinni. És ezt mondom, hogy így, itt ugye látod, hogy föl tud tenni áványra, van normális lába, ami viszont, hogyha arra rakod, akkor ide rakhatod a következőt. Jaj, szegény tévén meg összetörik tőle. Szóval ide rakhatnád a következőt, akárhányat egymásra tudsz tenni, szóval rakhatod így is. Stílszerű a minőségben hozzáillő videókábellel leteszteljük, többet nem érdemel. Kihúzzuk ott a kardaszt. Most adok neki valami forrást, azt hadd szóljon, csak most ezt lehet, hogy betoljunk, akkor a hangerővel leszünk. Melyik az? Ez lesz a volum. Most itt bekapcsolt. Ja, ez nem kell nekünk most. Nem szól? Miért nem szól? Hogy ezért most van egy kis gond, hogy ez nem szól. De szól. Össze kéne dugni, most erre is van egy ötletem. Vegyük fel ez a tévé képernyő, amit ki akarsz venni. Ez szól, mint a veszedelem, az tévé. Így már rögtön kettőt tudsz emelni. Először eltávolítjuk a lábat mindenki. Mély, magas. Szerintem az összes csavart innét a hátlapból, mert egy hangerő. És egy szín. Mindenhol már is van, csak itt meg itt nem. Ebben a korban még a Samsung jár csavarból, de ez még az a kora volt a tévének. Na hát ez ilyen. 2014, de ez egy 3D tévé, annak ilyen ez 700. Ilyet nem vegyetek, iratkozzatok fel. Sziasztok. Megjelent, ennek így.